Közösen énekelt el az Ó gyönyörű szép titokzatos éj című dalt a Liszt Ferenc vegyeskar és közönsége december 2-án az énekkar karácsonyi koncertjének alkalmával. A kórus a korábbi esztendőkben már többször életre hívta az eseményt, és bár az elmúlt pár év kimaradt, a jövőben szeretnék ismét hagyományszerűen megrendezni az ünnepi hangversenyüket, mondta el Mennyhártné Barna Zsuzsa karnagy, aki hozzátette, műsorukkal a közös éneklés örömét szeretnék átadni a megjelenteknek. Az örömet szeretnénk sugározni és közvetíteni a közönség felé, és azzal, hogy bevonjuk az éneklésbe. Az éneklés az egy öröm, az egy nagyon nagy örömteli dolog, és hogyha együtt énekel ennyi ember, az megsokszorozza ezt az örömet, és szeretnénk, hogyha ez az üzenet így karácsony táján mindenkihez eljutna. Ebben a mai nagyon nehéz világban, ahol mindenféle bajok és problémák vannak körülöttünk, akár a világban, akár itt a szomszédban, ha csak szűk szomszédságunkat nézzük, nagyon nagy szüksége van az embereknek arra, hogy örömbe legyen részük. A szervezők az adventi időszakhoz kötődő kérdéseket tettek fel a jelenlévőknek, a helyesen válaszolók pedig egy-egy csokoládét kaptak. A koncert alkalmával zongorán Bolyosné Pető Ildikó kísérte a fellépőket, az énekkar mellett pedig színpadra állt a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola kamaracsoportja, valamint Albert Ferenc. Hűsdér alatt avarpaplan, hideg az éj, advent itt van, gyarló lelkünk készen áll, az áldás bízvás ránk talál, színes gyertyák fénye száll. A rákosmenti kötődésű író-költő az alkalomhoz illő két saját szerzeményét szavalta el. Szükségük volt egy olyan versmondó valakire, aki egy picikét színesíti a kórusnak a műsorát, és rám esett a választás. A vigyázó ajánlott be a körökbe, úgyhogy volt egy olyan, hogy kérdezték, hogy milyen verset szeretnék mondani. Mondtam, hogy én nagyon szeretem Ady Endrét, nagyon szeretem József Attilát, de ez egyszer saját versemet mondanám, ami pont ide illik, az adventi versem és egy karácsonyi versem. A Liszt Ferenc vegyeskar 2024 márciusában Magyarország az Én Hazám címmel hasonló interaktív koncertre várja majd az érdeklődőket a Vigyázó Sándor Művelődési Központban.